kaptam egy megjegyzést egy fiútól, és kicsit mélyen érintett, ezért gondoltam, hogy bebizonyítom, hogy egy maletnő is jó nő. Gondolkoztam, hogy hogyan, és evidens volt, hogy valahogy fényképezzük géppel. De nem magamat akartam prezentálni, hanem gondoltam, hogy akkor már hasonló kaliberű hölgyeket, akik szintén azzal küzdenek, hogy elfogadják önmagukat, illetve kidóljuk számát. Megbeszéljük előzetesben, amikor bejelentkeznek az időpontra, hogy mik hozzanak magukkal, és amikor ide érkeznek, akkor megnézzük a ruháikat, megnézzem azt, hogy mi állhat neki jól, én összekombinálom előre, eltervezem, hogy melyik ruhát melyik háttérrel fogok fotózni, milyen fénnyel, és utána megcsinálom a sminküket, a hajukat, és utána pedig elkezdjük a fotózást. Nálam ez egy koncepció, hogy mindent egyedül csinálok. Itt ennek a lelki hátterét szeretném erősíteni. Ez abban segít engem, hogy közel kerülök a modellekhez. Egy párbeszéd elindul köztünk, és megnyílunk mind a ketten oda-vissza. Egy bizalom létrejön, és amikor már a fényképezőgép mögé kerülök, akkor tudják, hogy ki van a gép mögött, ezért nem érzik magukat rosszul. Hú, bekem ez most van, miért nem szóltál? Mert ez plusz 100 fotózás. Ezzel azt szeretném megmutatni leginkább a nőknek, önmaguknak, utána pedig úgyis észreveszi, szerintem a közönség úgyis észreveszi, hogy igenis szépek, és nem kell megfelelni senkinek az elvárásainak, az a lényeg, hogy ők érezzék magukat jól a bőrükben, és szeressék magukat. Mert ha szeretik magukat, akkor mindegy, hogy hány kiló, vagy hány centi itt-ott-amott, szerintem ez, ha belülről szereti magát az ember, elfogadja a külsét, és akkor kisugárzása lesz, és az sokkal megnyerőbb egy mosoly, mint nem mosoly. Amire büszke vagyok, az, hogy több hölgynek segítettem ezáltal önmagára rátalálni, illetve a nőiességét megmutatni, és ezzel elindultak egy olyan úton, hogy merjenek nőbbek lenni.